Kis Zoltán, a Dombóvári Szent Lukács Kórház főigazgatója számolt be Szent Lukács életéről és munkásságáról. Az evangélista jelentős szerepet játszott az egészségügy történetében, amelyre a kórház hagyományosan emlékezik. A Dombóvári Kórház nem véletlenül vette fel Szent Lukács nevét annak idején. Ugye Lukács, mint evangélista, orvos volt a bibliai hagyományok szerint, és azt gondolom, hogy egy kórházban, nyilván azon túl, hogy valaki orvos vagy nem orvos, nagyon fontos a gyógyítás, a gyógyító tevékenység. Ugye a Biblia szerint ő jó orvos volt, amiben nyilván nem annak idején nem a minőséget értették, hanem azt, hogy az emberekkel hogyan bánt, és milyen lelkülete volt, és azt gondolom, hogy ma is ez a legfontosabb. Nagyon sok mindenre képes a mai orvostudomány, az ápolás szakma, de önmagában az kevés. Kell, hogy olyan munkatársaink legyenek, akik jó emberek, és ha jó emberek, akkor garantált az, hogy meg fognak tenni mindent a betegeinkért, amikre nekik szükségük van. A főigazgató kiemelte, hogy minden évben elismerésekkel jutalmazzák az egészségügyi dolgozókat, ezzel is méltatva elkötelezettségüket és fáradhatatlan munkájukat. A kórház kitünteti azokat a munkatársait, akik úgy érezzük, hogy ezzel tudjuk kifejezni a megbecsültségünket, a mindennapok nehézségei. Ugye itt kollektívát tüntettünk ki, olyan orvos és olyan szakdolgozó kollégákat, akik régebb óta itt dolgoznak a kórházban, és érezzük azt, hogy ők valamivel kicsit talán többet tettek, mint a többiek, mi pedig ezzel tudjuk ezt elismerni, és egyúttal utalni és üzenni a többieknek, hogy próbáljuk meg, lehet ezt másként is. És azt is, hogy természetesen ez a norma, amit elvárunk mindenkitől, hogy úgy eljön a betegekhez, és úgy viselkedjen velük, ahogy ők. A Dombóvári Kórházban a hagyományok ápolása és a dolgozók elismerése kiemelkedően fontos. A főigazgató szavai jól tükrözik a kórház elkötelezettségét az egészségügyi szolgáltatások iránt, és megerősítik, hogy a szakemberek munkája elengedhetetlen a közösség jólétéhez. Kis Zoltán reméli, hogy a jövőben is folytatódik ez a hagyomány, és továbbra is megőrzik Szent Lukács szellemiségét.